Sziasztok, Zsolt vagyok, és ebben a mai sorozatban fogok beszélni nektek az SCP alapítványról. Eléggé régebben, még 8-9, talán egy éve ezelőttről ígérgettem azt a barátaimnak, és nektek, nézőimnek, hogy csinálok én is egy ilyen SCP sorozatszerűséget, amiben az összes, mondom, a világ összes SCP-ét fogom bemutatni nektek. Nem az, hogy egy videóban az összeset, hanem mindig egy videóban egy SCP-t fogok nektek bemutatni. Ez nem egy ilyen post-it, meg egyéb videó koppintás, hanem én is szeretnék ilyen jó kis tartalmat gyártani ilyen szörnyekről, mert én ilyen szörnymániás vagyok, meg se többi. És akkor szeretnék én is belásni magamat ebbe az SCP alapítványba. És akkor elsősorban szeretnék beszélni róla, erről az alapítványról. És akkor most akkor bele is kezdek. És akkor nézzük is át, mi is az az SCP alapítvány. Az SCP alapítvány feladata. Az alapítvány működését értve az egész világon titkos törvény felett álló szervezet. Minden jelentős állam kormánya által megbízott és felhatalmazott azzal a feladattal, hogy kontroll alatt tartson rendellenes tárgyakat, személyeket vagy jelenségeket. Ezek az anomáliák jelentős veszélyt jelentenek a globális biztonságra, fizikális vagy lelkísérüléssel fenyegetnek. Az alapítvány arra törekszik, hogy a civilizáció fenntarthassa a normális mindennapi életvételét. Félelem, kétség és a személyes meggyőződés miatti aggodalom nélkül. Valamint segít fenntartani a függetlenséget az ember és földön kívüli vagy rendellenes jelenségek között. Az SCP alapítvány mottoja Secure, Contain, Protect. Biztosítás, elzárás, óvás. Secure, biztosítás. Az alapítvány biztosítja a védelmet afelől, hogy ezek az anomáliák bármely civil vagy ellenséges ügynökség kezébe kerüljön. Törekennek az esetleges anomáliák mielőbbi elfogására és biztosítására, felügyelet alá vonására. Contain. Az alapítvány elzárja ezeket az anomáliákat azzal a céllal, hogy megakadályozzák azok befolyását, hatását vagy terjedését. Az elzárási folyamat lehet akár áthelyezés, lepleztetés, legyengítés vagy a nyilvánosság elé való jutás megakadályozása. Protect. Az alapítvány köteles óvni az emberiséget az anomáliáktól, mindaddig, míg hatásuk teljesen nem tisztázódik, vagy egy új tudományos elmélet hozható felszínre segítségükkel. Ha az anomáliák túl veszélyesnek bizonyulnak, minden jogot fenntartanak a semlegesítésükre, illetve az elpusztításukra. Az alapítvány titkos és leplezett műveleteket folytat az egész világon, az elsődleges feladatokra törekedve. Különleges elzárási eljárások. Az alapítvány adatbázis készít minden anomáliáról, úgynevezett SCP-kről, s azok elzárás és ellenőrzési eljárásairól. A fő adatbázis azokról az anomáliáról és vészhelyzeti eljárásokról tartalmaz összefoglalást, melyek különösképp fent kell tartani vagy biztosítani kell a továbbiakban is a legbiztonságosabb elzárási lehetőséget, akár kitörés vagy egyéb esemény esetén is. Az anomáliák több formát is felvehetnek, legyen az tárgy, személy, hely, entitás vagy egy szabadon álló jelenség. Ezek az anomáliák úgynevezett besorolási osztályban vannak kategorizálva. Továbbá el vannak helyezve az alapítvány biztonsági létesítményeibe vagy kihelyezett területeire, amennyiben az anomália áthelyezése nem kivitelezhető. Főosztályok. Ezek a leggyakoribb osztályok az SCP cikkekben. A legtöbb ezek közül kerül ki. Biztonságos. A biztonságos osztályozású SCP-k olyan anomáliák, melyeket könnyen és biztonságosan el lehet zárni. Általában ez vagy abból ered, hogy az alapítvány a kutatásai nyomán elég ismeretet szerzett az objektumról, ahhoz, hogy annak elzárása ne igényeljen sok erőforrást.
vagy az anomália a természetéből adódóan egy nagyon specifikus, tudatos aktiválást igényel. Attól függetlenül, hogy egy SCP biztonságos besorást kap, még egyáltalán nem biztos, hogy annak kezelése vagy aktiválása nem lehet veszélyes. Euklid. Az Euklid osztályú SCP-k elzárása sok erőforrást igényel, és vagy nem mindig megbízható. Általában ennek oka az, hogy nem ismerjük eléggé az SCP-t, vagy az alapvetően kiszámíthatatlan. Az Euklid osztály a legtágabb és általában nagy biztonsággal mondható, hogyha egy objektum semmilyen más főosztályban nem sorolható, akkor Euklid. Fontos megjegyezni, hogy minden SCP, ami autonóm, érző és vagy értelmes általában Euklid besorlás kap. Mivel egy gondolkodó objektum természetétől fogva kiszámíthatatlan. Ketter. A Ketter osztályú SCP-k olyan anomáliák, amelyeket csak nagyon nehezen lehet megbízhatóan hosszú távon elzárni. És az elzárás módszere gyakran nagyon széles körű és összetett. Az alapítvány nem tudja jól elzárni ezeket az SCP-ket, mivel nem értik teljesen a működésket, vagy nincs meg a technológia lehetővé tenni azt. A kéter besorolás nem jelenti egyértelműen azt, hogy az SCP veszélyes, csak azt, hogy nagyon nehéz és költséges az elzárása. Taumiel. A Taumiel osztályú SCP-k alanyok, amelyeket az alapítvány kimondottan más SCP-k elzárásához használ. A Taumiel osztályú alanyok puszta létezésről is csupán a felső vezetés tud. A hólétüket, működésket és jelenlegi státuszukat pedig az 05 tanácson kívül nagyon kevés személy ismeri. Semlegesített. A semlegesített SCP-k olyan objektumok, amelyek már nem mutatnak paranormális aktivitást, mert véletlenül vagy szándékosan megsemmisültek, megsérültek. Ritka osztályok. Az alábbi osztályok, alosztályok, melyek az objektum fő vagy régi besorolását pontosítják. Megmagyarázott. A megmagyarázott SCP-k olyan objektumok, amelyeket már olyan mértékben értünk, hogy a mindennapi tudomány is képes megmagyarázni működésket, vagy kiderült róluk, hogy valójában nem paranormális természetűek. Ezoterikus elbeszélő osztályok. Az ezoterikus osztály, melyet néha elbeszélő osztályként is említünk, általában egyszer használatos objektum besorlás, melyet akkor használ az író, ha más kategóriában nem sorolható az SCP. Ahhoz szükségesek, hogy elmélyítsék az adott SCP háttértörténetét. Néhány író figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt bizonyos esetekben, de nagyon kevés alkalommal teszik ezt jól, mert az ilyen különleges osztály létezését nagyon jól alá kell támasztani. Sok olvasó hajlamos a nem standard osztályokkal feltüntetett SCP-ket leszavazni, ha az meggondolatlanul van használva. És a kivont. A kivont egy olyan kategória, amit a senior oldal vezetés használt a múltban, hogy kitörölje a nem kívánatos cikkeket, és ez együtt egyfajta szégyenfalra is helyezze azokat, mint példák arra, hogy mit ne tegyünk. Ez a kategória ma már nem használt. A cikkek kivonás már nem szokás, részben azért, mert az SCP eredeti készítőjének már nincs akkora befolyása az oldalra, részben pedig azért, mert a kivonás sokszor visszafelé sérült el. Rivális ügynökségek és az érdekeltség alatti csoportok. Az alapítvány nem az egyetlen, aki tud ezekre az anomáliákra és képes beavatkozni. Míg egyes érdekcsoportok hasonló célra rendelkeznek, és hasznos segítségre lehet bennük az alapítvány, addig mások az ellenkező célt szolgálják, és próbálják saját érdekeikre felhasználni a tudást. Az alapítvány személyzete utasítva van, hogy a legnagyobb gyanakvással kezelje ezeket a csoportokat, és csakis az alapítvány vezetőinek előzetes beleegyezésével hozzájárulásával működjenek együtt velük. Ennek hiányában az alapítvány fegyelmi eljárást indít az adott személyre, vagy komolyabb esetben likvidálást rendel elő. Hát köszönöm, hogy elhozhattam nektek ezt a mai részt. Igaz, hogy eléggé rövidre sikerült, meg ilyenek. Ebben még nem olyan SCP-kről van szó, ez csak ugye az ismertetőt szerettem volna elmondani egy cikk alapján, mert ugye ezt úgy olvastam nektek egy cikkből, mert azért fejből nem tudnám mind az egészet elmondani annyira. De köszönöm, hogy elhozhattam, és legközelebb pedig akkor jöhetnek az igazi SCP-k. És akkor kezdem majd a leges-leges SCP lénye. Hát én Zsolt voltam, addig is sziasztok!